Az Omega oratóriumok egyik sajátossága, hogy a zenekar helyi zenészekkel oldja meg a vokált és a szimfonikus alapot. A szombati koncerten az Egressi Kamarakórust és a Tatabányai Kamarafilharmonikusokat érte a megtiszteltetés, hogy a neves rockzenekarral együtt léphetnek színpadra. A tatai és a tatabányai énekesek és zenészek már hetekkel ezelőtt elkezdték a próbákat, megtanulták a dalokat, hogy a koncerten már minden gördülékenyen menjen. Sokkoló élmény volt, az biztos. Hát ugye a kis hely, egyrészt, hogy nagyon be kell szorítkoznunk egy bizonyos helyigényre, aztán a nagy hangzás, aztán az, hogy ez könnyű zene, tehát egy kicsit nehéz átvenni a dolgokat, de szerintem venni fogjuk a lapot, nagyon élvezzük, az hozzátartozik. Ekkora hangerőhöz még nem szoktunk hozzá, meg ekkora színpadhoz, ekkora nézősereghez sem ez is hozzátartozik. A hangulat nagyon jó, buzdítanak bennünket is a zenészek, mi meg a másik felét, szerintem jó produkció lesz. Mi legalábbis igyekszünk eleget tenni, de a sokkoló élményen túl vagyunk, most már vesszük a lapot. Nem egyszerűen nagyon pörgős volt a beállás, ugye sok mindenre időn is megbeszélni, váltottuk a hangszereket, aztán együtt a zenekar, és már jött a taktjel a fülönbe, és kezdtük az első számot, úgyhogy valóban kicsit sokszerűen ér, de nem baj, felvettük a ritmust, úgyhogy nem lesz semmi gond a koncerten. Felemelő, de erre most nem volt még időnk, majd amikor már itt lesz a közönség, és akkor lesz időm hátra nézni, akkor biztos, hogy másképp fogom érezni. Most is csodálatos, mert most már lement annyira a nap, hogy nem szakadt rólunk a víz, hoztam is egy törő között, hogy megtöröljem a fejemet. Azt gondolom, hogy meghatározó élmény az a zenekarunk életében, illetve a kórus életében is, úgyhogy nagyon kellemes élménnyel fogunk gazdagodni. A kórus és a zenekar mellett még egy tatai produkcióval bővült a program, hiszen Varga Lilla a koncert felvezetéseként elénekelte Tata dalát, aminek szintén nagy sikere volt. Én egy dalt énekeltem, méghozzá a Tata dalt, de nagyon-nagyon jó érzés volt ennyi ember előtt énekelni, még soha nem énekeltem ennyi ember előtt, nagyon-nagyon izgultam, meg hát azért nyilván az Omega előtt fellépni az egy óriási élmény volt, úgyhogy izgultam, de ahogy fölléptem a színpadra, ahogy az első lépcsőfokot megtettem, már így elmúlt. Nagyon kedvesek voltak, mindenki nagyon barátságos volt, bemutatkoztak, úgyhogy tényleg nekem abszolút pozitív élmény volt az egész.